zené az a hozzáállás, vagy megbecsülés, vagy az az alázat, amit az ember kap ettől a korszaktól. Mész a mocskos próbatermekbe, viszed a buszon az elősítedet, stb. Ez valahogy így az egészet egy ilyen csodálatos ünneppé tette, és én minden nap elgondolkozok azon, hogy de szerencsés ember vagyok, hogy ezt csinálom, hogy zenéleg gitározom, zenéket írok filmekhez, és nem cserélném el az életemet. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Taníts egy Ficsit legújabb része, és hát a mai adásban is egy elképesztően brutális gitáros fenomént sikerült elhívnom. Rutka Robi a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Szia, én köszönöm. Elképesztő dolgokat csinált már a Robi így a zenében, erről majd később fogunk beszélni, kezdjük is el. Robi, itt az elején ilyen vicceskedős játékokkal szoktunk kezdeni. Az első az a igaz vagy hamis, amit neked szeretnék most így feladványként adni. Ennek az a lényege, hogy egy történetet kell elmesélned, ami vagy megtörtént, vagy nem, vagy úgy történt meg, vagy kiszínezted egy picit, és a végén nekem kell kitalálni, hogy ez igaz vagy hamis. Egyébként kérdezek, volt aki? Volt, igen. A Petteri Tomi, ő majdnem az egészet hazudta. Azt kell, hogy mondjam, tehát ha megtörtént, kevés emberrel történik meg ilyen, hogy felmész a színpadra. Igen. 3-5 ezer ember előtted. Igen. Elkezded játszani, szólózol egy nagyot, becsukod a szemed, kinyitod, és ott marad 400. Na most ez igaz, hogy hamis. Ha igaz is, akkor nem a szólód miatt volt, hanem valami tűzriadó lehet, vagy valami, biztos vagyok benne. Ez igaz. Törökország kulturális fesztivál. De hát persze, hát az aktuális vezető jelen volt, nem tudtuk a koncert elején. Aha. És ugye a bazársor mellett volt a történet, és amikor ő felállt közben, mert ugye el kellett mennie, jeleztek, hogy megy tovább a program, az emberek látták, hogy és maradtak 500. Nem kell. Mondod. Kinyitod a szemed, és ez az így jó? Nem érted, hogy de hát készültél. Igen. Egy kicsit törökös hangsorokkal még meg is nyomtad énekkel, azt gondoltad, hogy mi oda teszed magad. Na mindegy, semmi egyenes. Ez zseniális. Jó, hát igen, ott akkor nem lettem volna a helyedben, hogy amikor így nem tudod eldönteni. Koncert végéig szerinted mennyire kattog az ember agya, hogy mit csinált? Mindig utána elmondták, semmi gond, el kellett menni, és az emberek alig várták, hogy bazározzanak. Aki érdekelt, az meg ott marad. No. Jó, nagyon jó. A következő játék az a szájról olvasós játék. Az lenne a lényeg, hogy kiválasztottam neked egy brutális zenét, amit berakok fejhallgatóban, és bömbölni fog a fejeden. Persze, hogyha már túl hangos, akkor szólj. És én megmondok neked egy szót, és neked a számról leolvasva kell kitalálni, de neked nehezítettem még egyet. Nem elég az, hogy kitaláld, hogy én mit mondok, hanem meg kell mondanod, hogy a zene mi volt, mert egy ilyen brutális MIDI alapot választottam neked, amit egy az egyben MP3-ról lett behúzva MIDI-be, és gyakorlatilag felismerhetetlen az egész. Úgyhogy a zenét is meg kell mondanod, hogy micsoda, meg a szót is, ami egyszerre két helyre kell figyelni. Én leszek az első, aki beégés fogalmas lesz. Nem, nagyon sokan nem szokták tudni. Ez így megnyugtató. Szólj, ha nagyon hangos. Ja, nyugodtan, hangered bírom. Siket is vagyok. Akkor jó. Jó, elkezdjük. Először megfeknem, hogy testen átmegy a nyújtatás. Hallasz? Testen átmegy a nyújtatás. Testen átmegy a nyújtatás. Testen átmegy a nyújtatás. Bármit ezt hallgatom ezt, hogy... Ja. Ide figyelj a számra. Testen átmenő úrozás. Testen átmenő úrozás. Levesz az... Ugye a dal az úgy, megmond a címét, nem tudom. Neveg a legívja. De figyelj, szájról... Semmi. Annyira, pedig... Láttam a szavakat, a zene annyira elvont ez az egér felgyorsított, mert nem tudom, káosz. Igen. Szóval testen átmenő húrozás lett volna. Húrozás, akkor valami, de mondom, én azt hittem valami számcímet mondasz. Nem. Hogy arra próbáltam, hogy figyelj, esélytelen. Esélytelen.
Yesterday. Azt megint nyertem. És a harmadik, egyben utolsó játékom az az improvizálós játék. Neked megint egy különleges alapot találtam. Az a lényeg, hogy egy 10 másodperces alap, aztán 10 másodperc szünet, és utána egyből a következő körre már tornod kell az improvizálást. Tehát első körben megtalálhatod a hangnemet, nagyjából mi lesz, és akkor utána meg egyből tudni kell. Egy beatbox loopot raktam be neked. Egyébként vannak benne harmóniai érzetek, úgyhogy szerintem annyira nem lesz nehéz. Már is kezdődik. Először csak hallgassd meg, keresgélj. Utolsó kör lesz. Megvan a hang, nem? Igen, fiz. Oké. És ennyi az, ennyi a loop. Jó, és akkor most van pár másodperc szünetet felkészülni. Ott látod a képernyőt, hogy mikor kezdődik. 5, 4, 3, 2. Zseniális! Imádtam! Úristen! Nagyon menő volt! Basszus, kár, hogy az eredeti nincs egy ilyen gitár. Most jönnek a villámkérdések. Itt az a lényeg, hogy gyorsan kérdezek, gyorsan válaszolsz. Stúdió vagy élő koncert? Élő koncert. Klubbuli vagy nagy színpad? Nagyot kéne mondani, imádom a klubot. Film vagy könyv? Mindkettő. De film persze magamhoz képest. Jó. Single call vagy humbucker? Változó single call. Single. Tiszta vagy torzított? Tiszta. House vagy techno? Pontosan house. Véresen vagy jól átsütve? Jól átsütve. Yes. YouTube vagy Spotify? YouTube. És sör vagy fröccs? Fröccs. Yes. Köszönöm szépen. Ez egy egészen hülye kérdés lesz, de te számtalan reklámzenét, filmzenét is írtál amellett, hogy élőben is játszol borzasztó sok helyen, meg játszottál, de én most arra lennék kíváncsi, hogy, mert ezt még nem nagyon tudtam megkérdezni senkit, hogy lehet filmzenét írni? Tehát, hogy állsz neki, az egy annyira komplex dolognak tűnik nekem innen a kis világomból, hogy így el se tudom képzelni, hogy az mekkora feladat. Hát valójában két részre bontanám ezt, mert azért a filmzeneírásnak van egy olyan része, ami már akkor kezdődik, amikor mondjuk megkapod a forgatókönyvet, és akkor összeülsz a rendezővel, felmerülnek igények, hogy vannak olyan zenék, amik értelemszerűen megszólalnak már a forgatás napjáig, tehát ezt előre meg kell csinálni. Ezt én nem tudom előre, az nem az a klasszikus filmzeneszerzés, hogy látod a képet és mész utána. Ilyen sok van, például a Kincsemben volt azt hiszem 13 ilyen jelenet, ami kellett háttérben. Vonós négyes játszik, ott népzeneit írja, akkor oda ezt írja. És azt is rendesen azt mindent megírok, szeretem ezeket a feladatokat. De és akkor az, hogy inspirálódsz közben? Nézed magát a képet, és akkor egyszer csak... Nem, az még kép nélkül. Előre elképzelem. A forgatókönyv azért nagyon jó. Hát ugye a forgatókönyv általában 100-100 oldalát, vagy másfél órának nevezhetünk ezt tender a filmhoz. Nagyjából ennyiben jön ki, de egy jó forgatókönyv, hogy minden benne van. És az az érdekes, hogy én is elképzelem valahogy a filmet, nem mindig ugyanaz történik. De hát sajnos pár rendező, vagy elterjedt a szakmában, hogy néha ne is adjanak képet előre, mert hogy nagyon jól bele tudok trafálni. Valaki, drága Herendi Gábor barátom is, mennyi ebből sportot tűz, hogy nem mutatja meg, hogy elsőre elkapja az ember, vagy nem. És akkor, amikor összem a vág az első ráfket, vagy az első vágat a filmbe, akkor megkapom, hát nekem az a nagyon fontos pillanat, és az első benyomás, talán úgy vagyok, mint Bereményi Géza, az első dalomokkal mindig az számít az első, hogy meghallja, és akkor azt szerint írja a szöveget, akkor egy pohárbor bekészít, megnézem a filmet, hát persze van, hogy megkapom jelenetekbe, de az a legjobb, amikor már így egyszerre meglátja az ember, és akkor úgy valahogy megszólalnak benned a dolgok. Azért hozzáteszem, van annyi rutin, meg annyi dolgoztam már, hogy
hogy nem kell azon töprengeni, tudod, a filmzenénél, hogy ja, most vannak dallamai, vagy tök mindegy, hogy nincsen. Érzések vannak, és már a zenét is úgy írom egy ideje, hogy tényleg csak, hogy meg kell nyitnom magam a valamit, tehát nincsenek külön harmóniák, dallamok, hanem egyből jönnek a dolgok. Valószínűleg, hogy sokat csináltam meg ez a fajta kifejezési forma. Aha. Ez így, amit nagyon szeretek, és úgy, így valahogy könnyebb. Hangszerrel is még utána tudok menni, de nagyjából megszólalnak bennem így az első benyomások, és akkor megyek az érzés után. De és hogy tudsz így, tehát hogy mondjuk azt, mindegy, tehát bennem nem szólnak meg ezek a hangok valószínűleg, de hogy látsz egy tök néma képet, nyilván a beszéd az van, és akkor hallod, hogy itt most akkor egy szimfonikus dolog kéne inkább, vagy torzított gitár, vagy csak dobok, vagy egyszerűen így elképzeled? És... Hát elképzelem meg, hogy mi az a hangulat, ami meg, aztán meg áthangszerelem, tehát ilyen simán van, hogy sokkal durvább lesz a végeredmény. Ja, ja, ja. Azért nagyon sokat számít, hogyha olyan rendezővel dolgozol, vagy aki tud erről beszélni, mert azért egy hiányosságot tapasztalok ebben a szakmán, hogy végigcsináltam színházi, reklám, film, mindenbe, hogy a zenéről beszélni azért nem olyan egyszerű dolog, vagy instruálni valakit. Igen, igen, igen. Mondd el, hogy mit szeretnél. És amikor néha felkértek egyetemre, hogy menjek el és tartsak előadást, akkor én is erre kíváncsi voltam, és feltettem a fiataloknak kérdést, hogy próbálj, megnézzünk egy filmet együtt, levettem a hangot, amit nem láthattak, vagy művészfilmet, hogy próbáljunk meg vagy kitalálni azt, hogy mondanátok, hogy milyen zenét képzeltek el. És a nagy közös nevező azért egy idő után körülbelül egy ilyen 20% biztonsággal be tudtuk lőni. Persze attól szép az egész, hogy mindenki más. De valahogy így hangulatta, hogy ide sok hangszert kép, tehát feltettem kérdéseket, és valahogy leszűkült, és nagyon egyértelművé vált egy idő után. Úgyhogy megpróbál az ember ebbe gondolkodni, de pont akkor, pont azért akarsz te is más lenni, egy kicsit másképp gitározol, kicsit másképp írjál zenét, de azért vannak ilyen közös nevezők. Nekem te a Jimmy Winchester és Sutka Robert által lettél ismert gitáros, de szerintem akkor egy ország abszolút a szívébe zárt téged. És viszont én azóta, amióta a vége annak a zenekarnak, én annyira így a könnyű zenei színpadokon, és olyan sokat már nem hallok rólad így a fesztiválokon, meg nagyobb helyeken. És hogy ez a része, ez a fajta része a zenélésnek, ez nem hiányzik, hogy így sok nagy buli, sok ember. Hát ez a színháztermes, meg ezek az ülős koncertek, ugye hát rengeteg vagy négy produkció van. Igen, azt tudom. És valahogy egy picit így azt gondoltam, hogy kicsit előtérben nyom idézőben a művészetet, hogy de az irodalom, zene, minden együtt. Igen. A színház így elkezdett érdekelni, és azt gondoltam, ez nagyon szép része az életének az embernek, hogyha kicsit ebbe az irányba lépek. Egy, az ember szeretne, hogy mindig felvállalja a dolgokat, amiket csinált, az a zenét, a gondolatait, önmagadat. Tehát nem lehet mindig zúzni a színpadon. Aha. És egyébként megfigyeltem ezt a tendenciát, de már a Jamie alatt is megfigyelme, hogy tök jó mentük a nagy rock színpadokra, igen, de hogyha azt mondtuk, hogy lesz egy szimfonikus unplugged, akkor csinálni is fogtak, és egy pillanat alatt ott voltak. És valahogy az embernek jól áll, hogy érzi, hogy szívesen csinálja ezt, akkor miért erősítsem ezt. De ez ugyanúgy felmerül bennem, párra mondta fél évente, hogy annyira jelzik, hogy most megint zúzni kell, akkor csinálni a zúzozó. Persze, valójában a kettőt együtt lenne a legjobb játszani. A rock is nagyon hiányzik, az, hogy egy kicsit megsimogasson hátulról az erősítő. Hát meg azért, és nem tudom, én sokkal kevesebb akusztikus koncertet játszottam, mint te, meg úgy általában bárkinél is, de hogy azért más hangulata van egy olyan hangos színpadon állni, már nem csak a hangerő miatt is, hanem ugye minden más, mint mondjuk ülni egy kis, nem tudom milyen teremben, halkan csendben, és akkor akusztikus gitáron. Ez halkan csendben ez nem mindig így van, tehát én azt gondolom, az erő az nem a hangerőben van, és a gitározásban is, attól, mert torzabb a gitárod, nem leszel keményebb. Sőt, nyilván. Hát azért, mert metal, tudod, hogyha puding lesz ugyanúgy az egész, ahogy eljátszod a hangokat, és azért ezt fel lehet vinni, ami ugye elég. Még rock maradt, azt gondolom, hogy akusztikus gitárosa jól meghangszerelt cucc. Hát és több erőt érzek néha benne, mint egy metal zenekarban. Mikor hallgattál végig utoljára egy teljes koncertet, vagy néztél végig egy koncertfelvételt, és ki volt az? Leültél, és akkor na most rászállom ezt a másfél órát. Hát az utolsó, ez véletlen, de a hosszú ideje nem. Persze internetes vadászat volt, rátaláltam végig kedvenc Pat Metheny koncertemre.
és ott ragadtam. Ott hát ez nem csodálat. Hát utoljára meg, hogy ami végignéztem is, mert az embernek kevés ideje jut elmenni más sajnos koncertre, és inkább csak netről figyelem a fiatalabbakat, a mindenkit, mert azt gondolom, hogy ez kötelességünk is. Ez nekem is, de talán a Coldplay volt, meg a YouTube. Yeah. Ami szép élmény volt. Mindig érdekelt, hogy stadionban hogy tudnak megoldani egy koncert, és kevesen tudnak egy stadiont elvinni a hátukon, sőt, és szerintem a 99%-a, tehát csak nagy helyen játszik. Yeah, igen. Igen, de ott megtörtént. Aha. A Coldplay-nél, azt gondolom, hogy végig fent tudták tartani. Hogy gyakorolsz mostanában, illetve gyakorolsz-e annyit, mint mondjuk régebben, illetve mire fekteted a hangsúlyt, és van-e olyan gyakorlat, amit úgy általában mindig szoktál csinálni? Igen, hát most az utóbbi időben azt bátran mondhatom, hogy az akusztikus gitár került előtérbe. Covid időszaknak nevezhetjük ezt, ugye, hogy onnantól kezdve nagyjából akusztikus gitároztam. Az minden nap megtörténik, és az a gyakorlás, ez mindig nehéz, meg lelkiismeretfordulás marad, mert attól függetlenül, hogy reggel felkelek és szinte zenélek estig, hogy elmegyek koncertezni, és az a zenét írok, az nem gyakorlás. És mindig így próbálnám behoztani, hogy de jó, akkor egy kicsit a legkönnyebb akusztikus gitára mindig ott van kézni. Általában az lóg fent a falon, yeah. Már lustá vagyok elmenni, de azt gondoltam, hogy milyen jó skálázni, ha akusztikus gitárom, vagy játszani. Megpróbálok tempóra, egy kis skála, és akkor kigyakorolni azokat a dolgokat, és mindig valami új dolgot csinálni. Tehát muszáj mutatnod, amit mondjuk most legutoljára gyakorolsz, és... Hát, hogy például, hogy csinálok valamit, ilyen technikákat, és hogy a hegedű fordításokat. És akkor nézem, ez pont akusztikus gitár feladat. Ez akkor ez, azt gondolom, ez egy plusz egy kicsi lesz, ezt muszáj megmutatnom. De hát sok ilyen. És akkor kigyakorlom, és akkor megnéztem például a hegedű versenyket, és akkor elkezdtem, hogy de jó, hogy olyan jó használják ezeket a csúszásokat, de amit sokat szeretem, úgy fogja meg a hangot, hogy tudod, hogy... akusztikus gitáron is szeretném. Általában jellemző, vagy észrevettem magamon, vagy mások mondják, hogy kerülöm a terceket sokszor. Igen? Igen, úgy fogom a... Szeretem azokat a harmóniákat. Meg ugye nem mindegy, arra figyelek, hogyha valamit el akarok játszani, és ezzel nehezítem a dolgot, mert énekelek is, és már az effektpedálból is azért egyszerűsítem le, mert amikor... ezt játszod, és akkor közben énekel, akkor figyelni kell. Yeah, yeah, yeah. És akkor ez egy része a másik a gyakorlásomnak, hogy de jó, hogy gitározom közben, és akkor énekelek, és akkor még elgondolom, hogy itt váltok egy hangszint, kapcsolgatok. És hogy ezeket, de hogy jutok egyik hangtól a másikuk, hogy például lejátszom valamit, akkor mert ugye nem mindegy, hogy így játszod, de hogy... van egy gitári fagya, és akkor... Azt eljátszom úgy, hogy meg legyen fogva, és akkor ezeket nézegettem. Egy része a saját dolgokat, és mindig kis apróságot, az akusztikus gitárnak valamit írjak, vagy egy kis valamit, amit elteszek. És általában, mert az agyam az már véges a memória, már nem is kapcsolom be a gépet, inkább a telefonomon. Ha a telefonom listáját megnézed, akkor van egy ilyen több százas lista, és akkor dalötletek, hát minden nap legyen valami, legalább egy dalt. Hogyha nincs meg a szöveg akkor is, vagy valamit, amit így tovább lépni, és akkor így elteszem, és akkor van, hogy nem is emlékszem, hogy de jó, igen. Meghaltam. Ezek a napok. Azt a hegedűs dolgot, az valami éharmonikus maga. Hogy is volt ott a pontása? Melyikre gondolsz? Az, amit először mutatta ez a... Ez semmi, hogy... Ez egy é. De hogy van a pengetés, hogy... Figyelj.
Ez bármilyen szekvenciád. Nehezen értem. Ez lehet minden sokat megint, és akkor megvariáltam, hogy de ezt például hegedű versenyekből nézegettem, hogy oldanám meg gitáron. Most csináltam egy-két gitárdarabot, ez a Covidnak is, és akkor azt majd szépen felveszem, és akkor már egy régóta terveztem, hogy akkor lesz, hogy csak gitár, szóval egy szál gitár. Szeretem a Metennek azokat a... Igen, az talán azt hangsúlyozom, hogy szeretem olyan dallamokat, meg hogy a lelke van az egész. Szép dolog, kicsit ilyen romantikusakat vagyok gitáron. A gitárodról mindenféleképpen mesél, már én is megkérdeztem, hogy ez milyen, amikor itt megláttam, mert még soha nem láttam ilyet, de hát brutálisan, kegyetlenül jól néz ki. Nem volt még Telecaster, mint az első gitáron volt egy olyan nagy ami Telecaster formájú, durúnyakú valami volt, de hát nekem az életem volt az. 13 éves koromban kaptam, tehát az első elektromos. És szerettem volna egy telét mindig is. De hát ugye a Jamie zenekarban, meg ugye hát a Jamie telizőt én nyakira toltam. Kipróbáltam valakinél ezt az Erhardt nevezetű hangszert. Ő csinál, egy magyar hangszerkészítő, nem zseniális, Gulyás Erhardt. És ő csinál gitárokat, és megláttam, felhívtam, és csináltattam. Egyébként ő csinált nekem egy szinte mester hangszert, akusztikus gitárban, ami annyira inspiráló volt, hogy mondom, tegyük, hogy csak az, amit a 28 dalt meg találkozott. De hogy valamit milyen fából van, itt sajnos sokan szeretnék. Na figyelj, azt ne kérdezz, hogy ezt én megérzem. Nem az a gitáros vagyok, aki mindent tud. Én se sajnos, valaki ezt szerintem szemre megmondaná. Minden szépen el volt mesélve, de én ilyen, tehát ilyen gitáros vagyok, én szeretem valami szép. Klasszikus dolgok vannak, tehát nem a mondjuk a rózsaszín az én színem, vagy igen. Tehát a vagány. Én szeretem az ilyen kicsit ilyen hagyományos dolgokat, szeretem a valami szép. Vigyázni is próbálok most már a dolgaimra, de mindig megsérül, mindent azonnal leverek, eldől, ki. Tehát a gitárjaim egy idő után kicsit amortizálódnak. Aztán elmondanám magamról, hogy hűséges vagyok, ami velem van, az a párhangszer, az tényleg úgy talán... Úgy nem vagyok olyan nagy gitár. Nem. Aha. Talán hát mindig ugyanannyi maradjon a darabszám, de van egy-két hangszer, vagy az első porrászmisz, ami... Igen, az nagyon... És azt gondolom, hogy ezek így velem maradnak, és talán szöld is, hogy úgy érzem. Aztán mindig ki fog próbálni egy és akkor... Hűséges, úgy vagyok gitárügyileg, de nem tudnám, hogy pont mennyi, milyen fa benne. Igen. Ha visszamehetnél az időbe, és egy darab tanácsot adhatnál a fiatalkori önmagadnak, mindegy, hogy milyen időszakban, majd azt is mondd meg, hogy mikor, és milyen tanács lenne az. Leginkább gitározásra kapcsolatos legyen. Persze, visszamennék a nagyon fiatal önmagam, vagy én punkzenészként kezdtem, 13 és fél évesen. Hát én már játszottam, sőt már 15 évesen már nyugodt belém, meg koncerteztünk. Ez a Kretén szólt az első punkzenekarok egyike. Aha. Sőt, hát ilyen alternatív közegben, még a VHK-ba is talán az első lemezükre írtam is, nem 14 mondod. Évesen. És ugye elég hamar belecsaptam a lecsóba, akkor punkzene ment, de azért még próbáltunk jobbat. Egy kicsit ugrottam volna hamarabb, bár ezt az időt nem szégyellem, mert kaptam ezáltal is valamit a keménységből, vagy a hozzáállásból, vagy abból a fajta lázadásból, amit képviselt az egész, és jó értelemben eltett az ember magának, és megpróbált belőle tanulni. Talán egy kicsit hamarabb, ha vettem volna elő a petmeteni CD-ket, meg ilyeneket. De hát ugye sajnos ez a kor akkoriban, tehát ezek voltak. Igen. Megismerted azt a pár zenét, akkor itt emlékszem, talán egy barátomozott egy első Frank Gamera oktató között, tehát az már majdnem 20, és akkor a dolog volt, hogy rongyos, már használta, nyűjt volt, átvetted audiokazettára, és onnan próbáltad, és tényleg, de jó az a pengetésnek. Tehát, hogy ha valaki ezeket megmutatta volna hamarabb, akkor biztos, hogy megspóroltam volna pár évet. Egy előnye van, azt gondolom, hogy a zenéhez való hozzáállás, hogy megbecsülés, hogy az alázat, amit az ember kap ettől a korszaktól, mész a mocskos próbatermekben, viszed a buszon az erősítedet, stb. Ez valahogy így az egészet egy ilyen csodálatos ünnepét tette, és én minden nap elgondolkozok azon, hogy de szerencsés ember vagyok, hogy ezt csinálom, hogy zenéleg gitározom, zenéket írok filmekhez, és nem cserélném el az életemet. Nem tudom, a Rolling Stones mondta valaki, hogy reggel felkelek, este lefekszem, köszönöm, azt csináltam, amit szeretek. Azt gondolom, talán ez a boldogság. Hát ez...
Így, ez szép kerek volt, köszönöm. És kettő kérdés következik egyben. Nem tudom külön feltenni, vagy lehet, hogy föl lehetne, hogy amikor kikapcsolódsz, akkor ki tudsz-e kapcsolódni teljesen? Tehát, hogy így tudod-e függetleníteni magad a zenétől, meg a feladatoktól, meg mit tudom én. Illetve ez kapcsolódik félig meddig, hogy tudsz-e még nem szakmai füllel, vagy már nem szakmai füllel zenét hallgatni, vagy már nem tudom. Tehát, hogy beraksz egy albumot, és akkor nem arra figyelsz, vagy megnézel egy filmet, és nem arra figyelsz. Ez jó kérdés. Már tudok. Már egy ideje tudok. Persze az ember elkezdi boncolgatni, hogyha olyan van, de át tudom magamnak adni. Megtanultam kicsit kívül helyezni magam, és a saját zenémen is kívül, mert annyit dolgoztam egyedül is, hogy valakinek felül kell bírálnia önmagát, és tudod, hogy az ember ragaszkodik valami, hogy dolgozol napokat, vagy valami, el kell döntened, hogy még tudsz ezen javítani, vagy nem. És akkor nekem már elég talán pár perc, egy óra, vagy egy másnap reggel visszahallgatsz valamit, és azt mondod, hogy ez delete, vagy pedig folytatod. Yeah, tehát ezt már bátran megmerem lépni. Tudok filmet is nézni már úgy egy ideje, de azért néha ez a Newman, de igen, tehát persze. De különben azt gondolom, hogyha elfeledteti velem az, hogy meghallgassam, és ez mindegy, az olyan zenérés lehet, három akkordos alternatív penetráns. Tudod, idézve azt mondanád, hogy nem olyan minőségi zene, de hogyha ad valami élményt, akkor én ezt boldogan hallgatom. És most már inkább szeretnék ilyen befogadó, amitől kapok valamit, az, és mindegy. Itt van nagyon jó példa a Coldplay zenekar, hogy annak idején talán kimentünk a Jamie-vel forgatni Írországba 2001. Talán az első, második albumunk, nálunk még talán egy klip forgott, és elmentünk egy ilyen sportcsarnok-szerű, pár ezer férőhelyes koncert, néha leálltak, akkor szólónál abba hagyták, de hát ugye már ismertik őket, de valami erő volt bennük, hogy ez oda teszi magát. És de jó, nézd meg, és úgy szerettük, és azt gondolom, hogyha kapok valamit, egy gitárosba is már azt nézem, hogy de jó, hát valami kis pluszt ad egy mozdulatával, vagy a hozzáállással. Néha elég már a tartás, és már nem úgy gitározik, de azt mondom, hogy szeretem. És hogy és már nincs ez, hogy az ember úgy szakmázik, nem tudom, már úgy valahogy ezen túlmentem. És örülök, hogyha látom másokon, hogy fejlődik, és hogy szépet csinál, és hogy az ember azt mondja, de jó, öreg, gratulálok. És a kikapcsolódás az megy, hogyha mondjuk elmész nyaralni, akkor... Az már csak úgy, hogyha nagyon kikapcsolok, tehát régen van azt kellett, hogy nagyon messzire elmenni, akkor gyorsan letenni a dolgot. Ha itthon maradok, akkor mindig beszippant valami, ugye a közeg. De most már így le tudom tenni, hogyha távolabb megyek egy picit, erre jó az őrség is, oda is leszoktam. Családilag vagy ott, akkor kicsit ugye el tudom engedni a többi dolgot, és sokan kérdezik is, hogy ha ennyi mindent csinálsz, akkor ez nem veszélyes-e. És már tényleg biztos mondhatom, hogy ha leállok egy-két hétre, vagy hát annál többre nem nagyon, de most a Covid azért az rendhagyó van, akkor sokkal több idő kell visszazökkenni ebbe az egészbe. És azt gondolom, hogy nem csak hogy minden a művészet, tehát hogy mindig az amplitudok alján tetején létezik, tehát nem a lineális vonal az, ahol a zene és a művészet születik, azon kell egy kicsit pörgetni, és néha vissza kell mászni a sűrébe, kellenek a pofonok, kellenek a szép dolgok. És még egy utolsó kérdésem lenne így a Fikcsi előtt. Mi okozta neked a legnagyobb nehézséget a gitártanulás során? A technikai vagy elméleti dolgok, vagy bármi, amivel így emlékszel, hogy küszködtél, és nehezen tudtad túltenni magad rajta. Pengetés, mit tudom én? A pengetés technika talán, ugye az ember látta, hogy pengetnek, hogy a toló pengetés, és akkor mondjuk erre átállni. Igen, én azt nyomom. Hát én ezt mondjuk ez 20 éves fejjel. Ugye valaki megmutatta. Én se így kezdtem, csak egyszer döntöttem. És akkor ugye mennyivel jobb meg, hogy láttuk, hogy az egészet. Az például az úgy berögződött egy időre, és egyszer csak átfordult. Aha, és akkor ez volt, a te pengetés volt? Talán ez volt. Meg amikor akusztikus gitáron kezdtem, hogy akkor, jaj, hát akkor hogy pengetek meg. Szerettem volna használni több bújamat. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. És hát akkor most jön a legizgalmasabb rész, a Fikcsi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztál. Ja, mutassam? Hát figyelj, egyébként azért ezt hoztam. Mondd el, hogy mi ez. Ez egy sima Fikcsi, talán rám úgy jellemző, hogy fiatal, talán nem voltam 20 éves, és amikor az ember egy belelendőt is csinálta,
a dolgait, akkor volt pár dolog, amit azt hittem, hogy én találtam ki, vagy nem is, hogy én találtam ki, hogy szerettem ezeket a billentyűs dolgokat, és akkor valaki azt mondta, hogy te miért nem hallgatsz Hendrixet, vagy, tehát én nem ismertem, még 20 éves korom környékén ismertem, és valaki mondta, figyelj, olyan dolgokat csinálsz, mint ő, és akkor elkezdtem őket hallgatni. Akkor ugye, akkor így nagyon ment, emlékszem, még így összejártunk ilyen galeriba, és akkor megosztottuk egymást, hogy ki mit tud. Tehát nem gitártanár volt, hanem ültünk ki, és mutogattuk egymásnak, hogy nézd, én ezt tudom. Ez hiányzik szerintem. És ez nagyon jó volt, mert azért ilyen kötöttségek volt, összejártunk gyakorolni, és akkor voltak ilyen dolgok, hogy mondjuk azt mondom, hogy a blues persze akkor ment, mert akkor pangzenéből lehet hova, kicsit jazz, blues vagy valami, hogyha ez egy olyan, hogy bármilyen egy C-t, egy skálára, bármelyik rá, akkor ez egy ilyen, hát nem tudom, talán ilyen fiatalkori első ilyen kis billete. Szóval sejtettem, hogy az első az a lassabb verzió volt. De egyszerű egyébként, ez bár... Tehát bárhogy lehet. A lényeg, hogy ez sokat használtam akkoriban. Mindenféle beszedjük részekre. Tehát nagyon egyszerű ez egy ilyen. Igen, gondolom. Annyit, bocsánat csak, hogy itt a kamerában nézzük egy picit jobban a gitárt, mert... Jó. Így hát ez ebben, ja, igen. Hogy az látszik. Tehát van ez a bármelyik. Igen. Szépen mutatom, vagyába csak azért gondoltam, hogy így... Szép, ez teljesen jó. És van egy ilyen, hogy mint a... Igen, mint egy... Lebillent. Igen. Csak lebillentet, nem is kell. Igen. Ja, aha. Egyszerű egyébként. Azaz, megvolt. Igen. Aha. Ugyanaz a szekve. Aha, mólosodunk egy picit. Tehát... Jó. Tehát mennyi lőd. És utána visszaviszem más. Olyan, mint hogyha egy D-moll szettület. Igen. Itt van egy pici csavar. Igen. Ugye, hogy egyszerű? Én megpróbálom lassan egybe, jó? Mester! Ugye, hogy nem bonyolult, csak elég jól... Jó, de hát utána következtek a finomságok. Hát csak felhúzom ide. Igen, F. Már meg kell nézni, mert hogy lassan. Vigyáltál? Egy sima blues switch. Tehát, ugye? Pontosan. Már meg is vett. Tehát ez tényleg egy szekvencia. Igen. Igen, te. Igen. Aha. Akár, hát egy akár. Yeah, yeah. Az működne molra is akkor is. Hát már csak lecsengésznek hívom, vagy... Ha? Igen, te. Ja. Igen. Aha. Hú, várjál. Ez most sok egyszer. Csak idáig, és akkor vége. Jó. Persze, mert lehet, mert az ember levisz ide. De volt egy tök jó benne ez a... Jaj, hát az, hogy ez a bárhogy befejeztetik. Igen. Hát mit a blúz? Hát nem tudom, hogy fejeztem be, csak... ez nagyon menő. Ez... Igen.
Tehát ez szép, ez egy tényleg egyszerű szekvencia, de nagyon jó, ugye, és akkor... Hát jó, fel lehet gyorsítani. Annak idején, amikor a Supergroupba bekerültem... De ezt te is újabb engeded. Igen, igen, igen. Úgyhogy hybrid picking. Jó. Bármelyik jól, de ez már csak ez úgy örültem, hogy... Igen. Megpróbálom, sőt, ennek köszönhetem, hogy bekerültem annak idején a Supergroupban, amikor a V-motorok fel... Nem szólt, és egy Tátrai Tibus és a James, a Karácsony, igen. És kellett a lemezre játszani, és hogy ki a Tibus meg beindult a Tátraiben. Igen. És akkor tényleg Lehr Pisti azt mondta, hogy gitározok neki, elmentem meghallgatásra, és hát izgultam, mert akkor már nyomtam már lemezt. Igen, igen, tehát igen. Még kezdtük, szóval egy és akkor mondta, hogy játsszak el neki egy blues. Mondom, blues, hát legyen benne ez a pár harmónia, ennél egyszerűbb, hogy mit játszol. Igen. És akkor ennek a Ficsinek köszönhetem, hogy... Nem mondod. És akkor mondta, hogy maradjál. Yeah. Ja, hát akkor ki vagy akarom, most nem így játszottam, mert kétszer lépett, csak így próbáltam. De ez a technika. Ez hogy látványosan nézett ki, és egyből megvettem, és mondta, hogy... Hát megtanulom most én is, mert hát ha engem is bevesztek így valahova. De ugye a hangok slimmeltek, egy nyilván lassú igen. Volt. Persze. Hát abban csak egy lecsengés. Figyelj, és sokan kérték, hogy rakjuk bele valami környezetbe, ezt csak egy C7-es akkordot hozok jó. Neked alá, jó? Mi a tempója ennek? Tető. Ah. És tempóba? Hát akkor ugye két, hát... Yeah. Hát pedig igen, a jó tempó, igen. Királyság! Hú, ez nehezebb lassan megmutatni, hát, hogy... Nekem is van egy hasonló, de az teljesen más, hogy... És ezt megszoktam ebben, hogy elpengetem. Igen, igen. Ja, mert izéről, eszről megyek. Eszről. Jó, hát ez nagyon menő, még nem tudom, hogy fogom lekottázni. De figyelj, tök profi vagy. Neked? Köszönöm szépen. Dehogy is. Egyébként, amikor már megy, akkor tényleg, akkor már ugye egyszerűen igen, igen, benne igen, van a szekvencia, hogy... Meg kell szokni ezt a pengetés nélküliséget. Jó, ki fogom gyakorolni. Zseniális. Ja. Nagyon szépen köszönöm. Imádtam a Ficsit, ez tök nagyon. Mindegy, majd kigyakorlom, nem untatlak itt benneteket. Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Remélem azért nem sokára ilyen hangos dologban is láthatlak. Lesz, egészen biztosan. Igen? Igen. Nem árulsz el titkokat? Hát most, hogyha a Covid engedi, már június 11-én már a rockot fogunk nyomni. De kirekivel? A saját zenekarra. Ja. Yes today. Hol? Sárváron. Sárváron. Újpesten valamikor? Hát majd az is lesz. Jó, mindegy. Figyeljétek Robit mindenhol, és menjetek el a koncertjeire. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és válaszolt a kérdésekre, meg tanítottál egy Ficsit. Ha tetszett a videó, srácok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni. Hogyha tehetitek, akkor támogassatok a Patreonon, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok! Hello.